27-25 az olimpiai bajnok Dánok ellen, ma a négy közé jutásért a skandináv jegyében Norvégia következik a magyar válogatott számára a franciaországi férfi kézilabda világbajnokságon. A kilátások és a tanulságok a Nemzeti Kézilabda Akadémia menedzser igazgatójával, a kétszeres olimpiai negyedik Mocsai Tamással beszélgetünk. Jó reggelt kívánok, szia. Jó reggelt kívánok. E, Tamás, te mekkora esélyt adtál vasárnap délőtt arra, hogy ma a Norvégok elleni meccsesélyeit fogjuk latolgatni? Úgy gondolom, hogy tudtuk előre, hogy ez nehéz, nehéz mérkőzés lesz, de azt láttuk, hogy a csapat folyamatosan erre a mérkőzésre készült, ezt hangoztatták is, és hát így léptek föl. Kompaktan, csapatként harcoltak, küzdöttek, és hát szerencsére meg lett az eredménye. A szerencsére persze, mert ha azt nézzük, hogy mi hozta ezt a sokak számára váratlan sikert, nem biztos, hogy mindenki számára váratlan sikert, mert valóban nagyon koncentrált volt a csapat, akkor te hogyan fogalmaznád meg, vagy vázolnád fel az összetevőket? Mert például láttunk egy nagyon éhes és nagyon motivált magyar csapatot, talán azt is elmondhatjuk, nem tudom te, hogy láttad, hogy sokkal motiváltabb volt, mint a dánok. Amit láttunk, hogy tényleg egy rendkívül. Sok jó teljesítményt láttunk, akik csapatként küzdöttek együtt, harcoltak az első perc, a 60. percig, és minden nehezebb időszakban volt egy játékos, aki átlendítette a csapatot a nehéz pillanatokon kezdjük egy Miklán Rolanddal, aki ugye előző kitizálták, hogy nem úgy védett, viszont ezen a mérkőzésen csodálatos teljesítmény nyújtott. Beszéltünk egy Juhász Ádámról, aki ugye az egész világverseny jól teljesít. Lékaim Máté csodálatosan játszott. És hát ugyanúgy egy Balogh Zsolt, egy Jamali, egy Nagy László védekezésben mind hozzátett a teljesítményhez. Ehm, aztán azt is érdemes hozzátenni, hogy a visszatérő Nagy László nélkülözhetetlennek látszik? Úgy gondolom, hogy védekezésben nagy lesz egy alapember a csapatnak, aki megfelel struktúrát a támadásban, és természetesen hozzáteszem, Ancsin és Balogh volt személyében nagyon jól helyettesítettek, és kompenzálták. Tamás, a korábbi meccsek után sok kritika érte a szélsők nélküli játékot a magyar válogatottnál. Bebizonyosodott most ezzel a meccsel, hogy mégiscsak jó volt Szabati kapitány elképzelése, vagy inkább beszéljünk arról, hogy itt a szegény ember vízzel főzesete van. Um, régebben is, a... Beszélve. Igen, régebben is azt mondtam, hogy nyilván ez a kapitánynak a döntése. Szakmailag neki kell felvázolni azt a keretet, akivel együtt dolgozik. Látszik, hogy folyamatosan bízik Juhász Ádámban, az is látszik, hogy ő ezt meghálálja ezt a teljesítménye, és jól is játszik. Ez egy örömteli színfolt a magyar csapatban az ő teljesítménye. Nyilván ezt kevesen gondolták volna a világverseny előtt, de ennek örülünk, és úgy gondolom, hogy is szurkolni, kell, hogy a is így, így legyen. Na most, a, ez a mérkőzés és az előtte látott teljesítmény így együtt, mit mutat meg a magyar férfi kézilabda erejéről, a válogatott helyéről. Mondjuk azt, hogy ott vagyunk az élvonalban, vagy inkább a derékhathoz tartozunk, tehát a, a legjobb csapatok mögötti csoporthoz, egy-egy bravúra mindig képesek vagyunk, és persze egy-egy betlére is. Így van, ez a legfontosabb, amit mondtál szerintem, hogy egy-egy bravúra mindig képesek vagyunk. Az utóbbi tíz évnek a, a, csapat szerkezete, csapat eredménye, az mindig megmutatta, hogy a magyar válogatott, amikor felszívtam, meg mindig képes volt a nagy csapatokat legyőzni, és egy nagy eredményt kihatszolni. Ami mindig hiányzott a következő lépés. Én nagyon, nagyon kívánom és remélem és szurkolni is fogok, hogy ma az újra következő lépésen újra Norvégián is túljussanak, mert akkor ez a folyamatosság végre túllépnek, és akkor egy nagyon-nagyon komoly eredményt érhetnek. Ha két úgy. ilyen hőfokú és ilyen tétre menő mérkőzésen egymás után. Na most Norvégia összehasonlítva Dániával, Dánia presztízse eredményei nagyobbak, a norvégok fiatalok, a norvégok nagyon érdekes csapatot hoztak össze. Veszélyesebbnek vagy kevésbé veszélyesnek tartod a következő ellen, Skandináv ellenfelet? A tudjuk, hogy már évek óta ők egy összefogott munkát végeznek, amiben folyamatosan mérik a játékosokat, próbálnak egy olyan kádát kialakítani, egy olyan csapatot, akik a legjobbak a hazájukban. Emlékszem még, hogy amikor Németországban játszottam, a norvég játékosoknak évente kétszer haza kellett uzazni, hogy részt vegyenek ilyen felméréseken, mert aki teljesítette a szinteket, az lehetett csak válogatott. És ez látszik, hogy ez kezd beérni. Hozzáteszem, mert egy új edző is érkeztek, tudjuk, hogy ők is nagyon jó játékosok voltak, és hát látszik, hogy éhessek az eredményre, éhessek a sikerre, és ezért fizikailag tudjuk, hogy mindig jók voltak, de ez mint a náluk is beérik. Uh -huh. Ilyen szempontból ezt veszélyesebb mérkőzésnek tartod, mint az előzőt? Talán olyan szinten, hogy a dánokat talán jobban ismertük. Norvég ellen is ugyan mindig játszottunk, de, de kellemetlenek, fizikailag nagyon erősek, nagyon agresszívek. Ezért úgy gondolom, hogy kevés idő is fogsz felkészülni rá, de ettől függetlenül nyilván a magyar csapat minden meg fog tenni. A NECA, az akadémia felől nézve abból a perspektívából, ha már szóba hoztad ezt, ezt a norvég tudatosságot, ahogyan ők évek óta építik a csapatukat és foglalkoznak a fiataljaikkal, szóval mik a hasznosítható és jó tanulságok? Vannak-e párhuzamok? Abszolút. Én úgy gondolom, hogy a Nemzeti Kézlabda Akadémia célja, hogy a magyar kézlabdázásban olyan standardokat állítson föl, amiből előre tudunk lépni, és láthatjuk, hogy melyik korosztályban milyen ismervéket, milyen mutatókat kell egy fiatalnak teljesíteni ahhoz, hogy odaérhessen egy világklasszis színvonalra. Mi ebben kívánunk részt venni és közleműködni, és ezért mi is elvégzünk bizonyos teszteket, amiből látjuk és kialakítunk egy olyan rendszert, ami nekünk is, de tényleg a magyar kézilabdázásnak segíteni fog, hogy hosszabb távon, mert azt látjuk, hogy a norvégoknál és a németeknél, és ez nem egy egy éves, két éves, hanem valamikor 8-10 éves periódus alatt áll össze egy ilyen rendszer. Na igen, most, hogyha azt nézzük, akkor ennek a rendszernek az összeállásában felépítésében, ahol tartotok? Én úgy gondolom, hogy nagyon jó úton haladunk. Ugye az akadémiának ez a negyedik éve, hogy működik. Komoly stábbal dolgozunk, úgy gondolom, jó szakemberekkel, és azt a hátországot is úgy gondolom, hogy most már felállítottuk, ami megalapozza ezt az irányt, és bízom benne, hogy a jövő tehetsége ezek tényleg nálunk képződnek. Na most Tamás, itt tegnap beszélgetünk a Maticsa, és a szélsőkkel kapcsolatban ő kifejezte azt az aggodalmát, hogy de ő azt mondja, hogy ő is szokta a Tabányán hogyha a Montenegrói szélsője nincsen szélsőben játszatni. Na de hogy általában azt látja, hogy kevés, ez kevés a, 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 jó magyar szélső, és nem nagyon tudja, hogy hogy, hogy fog jönni utánpótásba tenni a optimista, vagy te már tudod, hogy kik lesznek a jövő magyar szélsői? Mert azt látjuk, hogy a kézzeladában nagyon fontos a játék. Én látom, hogy tehetséges szélsők biztos, hogy adódnak az is tény való, hogy lehető hogy a képzésen keresztül kell őket oda vezetni, hogy azokat a képességeket, meg készségeket, amivel nemzetközi szélsők rendelkeznek, hogy az, az önbizalommal nagyon kis szögekből bevállalják és belőlik, és olyan technikai repertoárra rendelkeznek, hogy tényleg eredményesek is lehetnek, hogy mi oda vezetjük ezeket a játékosokat. Illetve a saját játékunkban egyszerűen a szélső szerepe, még erőteljesebbé válik, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a szélsők eredményesek, akkor középen még több hely lesz, és így az átlövőknek és a beállónak is könnyebb dolga lesz. Szóval lesznek szélsők, azt mondod? Én nagyon bízom benne, igen. Na most, ha nézzük ezeket a fiatalokat a válogatottban, mennyire lehet, lehetek most elégedettek az eddig látottakkal? Ugye, talán Dusa Bajev korábban egy nagyon durva fiatalításba kezdett, aztán most visszajöttek a rutinos játékosok, de azért szép számmal vannak új fiúk ebben a csapatban is. Igen, amit, amit látunk, hogy tényleg az összhang az abszolút jónak tűnik. A rutinos játékosok egy nagyon erős középkorosztály, és egy-egy fiatal, aki feltűnik, és ők közösen tudnak egy olyan csapatot alkotni, ahol ott van az ésség, hogy sikert akarunk, ott van az a rutin, ami nehéz pillanatokban kell, és én úgy látom, hogy a fiúk jól kiegészítik egymást. Hozzáteszem, ugye, hogyha a Dán mérkőzést a fiúk nem nyerik meg, akkor teljesen másképp látjuk a világot, és ez a gyönyörű, ez a szép a sportban, hogy egy, egy ilyen sikeren múlik a megítélése, a meglátása egy csapatnak. Hozzáteszem, um, ez a különleges helyzet, hogy még egy sikerrel térnek, odaérhetnek, hogy hatalmas csapattá válnak, és ezt ugye pár nap előtte senki nem gondolta volna. Igen, ez egy vagy két mérkőzésen ennyi múlik, látszik itt a kieséses, egyenes kieséses szakaszban. Ha már neka, és továbbra is fiatalok, Éles József, Kovács Péter, Pásztor István, bárkivel beszélgettem itt, kifejezte az aggodalmát a fiatalok fejlődésének, és most már itt nem a válogatottról beszélünk, hanem a versenyeztetésről, meg az NB1-ről, szóval, hogy, hogy megreked, hogy megrekedhet. Mit gondolsz, nem kellene még drasztikusabban visszaszorítani a, az NB1-ben a légiósokat, az NB1 derékhadánál a légiósokat? Igen, ez a kérdés gyakran felvetődik, hogy um, netán túl sok a középszerű külföldi Magyarországon. Um, ettől függetlenül azt mondom, hogy nekünk a mi játékosainkat, a mi fiatalinkat kell erősíteni, nekik a, az előmenetelőket kell egy jó képzésen keresztül biztosítani. Érdekes például nálunk is egy olyan helyzet előtt állunk, hogy jó néhány fiatalunk leérettségizett, és most keresi a további a jövő útját. És beszélek velük, és jönnek a lehetőségek, ami jó, viszont meg kell találni azt az optimális helyzetet, hogy ne vesszenek el, hogy mikor érettek arra, hogy egy mb 1 es csapatban, vagy mbb csapatban szerepelhetnek, és nem a kis padonulnak, hanem ténylegesen egy szerepet kapnak. És ilyenkor kell azt mielegelni, hogy, hogy a pénz, a képzés, az az energia, az milyen egyensúlyban van. Én úgy gondolom, hogy legjobb azt, hogyha azt az utat képviseljük, ahol erősítjük a gyereket, megfelelően képezzük, és erre mozgósítunk minél több energiát, mert ennek biztos, hogy lesz következménye és pozitív hatása a magyar kézilabdázásban. Arra lehet számítani, hogy ezek közül a fiatalok közül előbb-utóbb egyet, kettőt már fiatalon elvisznek külföldre? Ezt um, nehéz megítélni, hogyha egy-egy utánpótlás világverseny jól szerepel, de úgy gondolom a külföldi csapatoknak azért mielvadó a felnőtt válogatott, a felnőtt NB1-ben, hogyha jól szerepelnek. Ritkán szoktunk látni, hogyha utánpótlás műhelyből külföldre vinnének. Még egy nagy László esete volt, de ők is a annak idején Szegedben Budai dániel 19 évesen az NB1-ben játszottak, tehát 18 éves, és vitt el a Lacit a Tehát az de... NB1 azért alapvetően. igen, a, kökkel a... és a felnőtt válogatott. És tehát, a felnőtt hogy... válogatott. Utolsó utáni kérdésem, mint mondtad, hogy milyen érdekes, hogy hogy fordul a világ egy-egy győzelemmel, milyen lesz a megítélése a csapatnak, de milyen lesz a megítélése a kapitánynak. Mitől függ szerinted Csavi Szabaté további sorsa, akármi is lesz a 80 döntőben? hogyha például a Veszprémbe szerződhetnék a helyére Jubamil Vranyest, amiről egyre több hír van, attól ő egy jó VB teljesítménnyel maradhatna szövetségkapitány? Szerencsére nem az én tisztem ezt megítélni. Nyilván itt um, sokkal több háttér információt kell tudni az embernek. Ugye meg lehet ítélni egy teljesítményt egy-két héten belül, lehet egy hosszú távú megítélése nyilván. Azt is tudjuk, hogy minden edzőnek, meg minden csapatnak kell a siker, mert abban milyennek egy teljesítményt. Ugye, Um, legyen az Veszprémben vagy a magyar válogatottnál, úgy gondolom, hogy meg kell várni a világverseny végét, és utána kell a csapattal, a vezetőséggel nyilván ezt uh, átkondolni, beszélni. Hát, Tamás, kívánjuk azt, hogy uh, Szabati Mester adja föl a leckét a szövetségnek a folytatással kapcsolatban, mert az azt jelenti, hogy nagyon jó fogunk szerepelni. Így legyen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. És köszönöm.